Hello, sziasztok! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, itt vagyok a munkahelyen, és rajtam van a munkás sapka, a munkás fölsőm. Csak gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a házat, hogy hogy néz ki, ugyanis ez egy vadonatúj ház, ez nem újrafestés, hanem ezt a házat most építik, és ezt fogjuk festeni. Legalábbis kettő házat, de mutatom. Itt vagyok benne az első házba, de itt jöttünk be. Na, ott jössz be, látod? Ott álltunk meg ott kint, ott az autónk. Le van kerítéssel, ugyanis le kell kerítéssel itt az egészet, hogyha új házat építesz, hogy nehogy ugye bejöjjenek, vagy valamire rálépjenek itt az emberek, amúgy ott egy WC, látod? Na, itt bejöttél. Elmegyünk ide hát, amúgy ezen a telken kettő ház lesz, egy ikerház. Itt ez az első ház, ugye még mindig építik. Azt a másodikat fessük, ami ott van hátul. Azzal kezdjük. Várjál, sétálok, csak itt van minden, látod az udvarban mindenféle fajta szemét. Ez a másik ház, itt van egy ilyen kis kettő között egy kis rész, és ez a garázs, ott lesz a bejárat, az a bejárati ajtó, ami még nincsen kész. Most bejövök itt a garázsba, várjál, fel kell lépni, látod, ugyanis még nincsen kész. Ugye ez majd ki lesz betonozva, meg lesz csinálva, hogyha készen van az egész ház. Ez a garázs, ott van egy ilyen tárolóhely. Itt a garázsban is van minden össze-vissza. Látod, hogy itt mit lehet tárolni, nem tudom, amit akarsz. Szóval itt, ha bejöttél a garázson, mutatom neked, bejössz, itt lesz egy ilyen mosókonyha, valószínű, ami nincsen ugye kifestve még semmi, csak most álltunk neki, ez az első napunk itt. Ez nem tudom, mi lesz, ez egy WC talán. Szóval, hogyha elfordulsz, akkor itt van egy szekrény, ami még nincsen kész. Ugye sok minden nincsen még kész, tehát még mindig csináljuk ezt a házat, csak azért jöttünk ma ide, hogy megcsináljuk a plafont, ugye ki fogjuk majd fújni, és fújni fogjuk a plafont, hogy ugye gyorsabb a falakra egyszer, aztán utána ugye rollázunk ezzel a hengeressel. Majd lehet, hogy lefilmezem, lehet, hogy nem. De minden mutatom nektek. Ez a konyha nappali, és ez a konyha, ami nincsen kész, ilyen félkész állapotban van, látod? Aztán oda megyünk be, itt is van egy helység, hogy pontosan mi micsoda fogalmam nincsen, ugyanis nincsen ilyen tervrajzunk, amúgy ilyen tárolóhely valószínű, látod? Ilyen, várj, kinyitom ezt az ajtót, ami nincsen kilincs, nem tudod megnyomogatni. Látod? Sok minden nincsen benne. Ugye a falak, mutatom, hol mutassam, ilyen gipsz kartonos falak, látod? Tehát ezt először le kell festeni. Ma más csinálunk ma, mint ezeket az ajtófrémeket, félfákat fessük. Ugyanis majd bemutatom az ellenállatot, hogy milyen ugye fából van, ezt fessük ma le. Holnap pedig nem más fogunk csinálni, mint a plafont fogjuk fújni. És hogy filmezzem-e vagy nem, lehet, hogy lefilmezzem, ahogy mondtam, akkor lehet, hogy megmutatom nektek. Az a baj, hogyha fújjuk ugye, persze ezt le kell ragasztani mindent, tehát le kell ragasztani itt a bútort, nem a falat, a bútort, le kell ragasztani az ablakokat, mindent, és utána tudsz nekiállni ugye pisztollyal fújni, meg valaki ugye rollázza vissza ezzel hengeres, nem mindjárt, megmutatom. Tehát, ez a nappali, gondolom én, itt ki lehet menni, ugye a kinti részét is csinálják. Tehát az sincs kész. Látod, milyen nagy szemét van itt mindenhol? Hozzá kirakták a szemetet. Így néz ki körülbelül. Itt van egy ilyen állvány. Kint még valamit csinálnak. Aztán megyünk tovább. Hogy még nincs a lépcső. És a bejárat, mutatom hol lesz. Itt lesz a lépcső. Jelenleg ezen kell felmászni. Oda az emeletre. A bejárat, ez a bejárat rajta, látod, amit az előbb mutattam ott kint. Le volt így fedve. Tehát ezen kibejönni nem tudsz. Ez nem más, mint egy ilyen számítógépes szoba. Én azt mondom, hogy ez egy számítógépes szoba. Ott van a bejárat, hát oda ki lehet látni, hogy ott van a másik ház. Éppen apukám ott a pisztolyt, a fújópisztoly babrája. Az előbb itt jöttünk be, látod? Itt a garázs, ott jöttünk körbe. Itt megint ki tudsz menni. Úgyhogy azt mondom, hogy felmászunk a tetőre, várja. Ezen itt. Oda fel a magasba. Jaj te! Átlában ugye a lépcsőt beépítik, ugye ebben házban miért nincs lépcső? Fogalmam nincsen. Ugye általában ami, újrafestéseket csinálunk, de régen, már átveszem a kamerát, hogy tudjak kamerázni, hogy leesek, te, leesek, kitöröm a nyakamat, más nem a lábamat. Oda le, látod?
fölmászni. Mit akartam mondani? Általában, hogy újrafestéseket csinálunk. Régen, nagyon régen, amikor dolgoztunk ugye valakinek, akkor szoktunk ilyen új házakat csinálni. Csak azt csináltunk. Körülbelül 10 éven keresztül semmi más nem csináltunk, mint ilyen új házakat. Tehát rettentően nem szerettem annak idején. Na minden. Amúgy most már az újrafestést jobban szeretem. Mikor akkor elkezdtem, úgy nem volt vele gajt, de amikor egyfolytában azt csinálod, ugye éveken keresztül kezd eleged lenni, és na mindjárt, mutatom. Mi feljöttünk, mondom, itt egy szoba, ezeket fessük most, látod? Ilyen fából van, ebbe bele van lőve itt a szeg, ugye azt tartja fenn, ezeket először lefessük, utána ki kell, el kell tüntetni a lukakat. Magyarul nem tudom, hogy minek hívják, úgyhogy nem is mondom angolul, de el kell tüntetni a lukakat. Ez egy ilyen kisebb szoba, egy szekrény, ami nincsen kész. Hogy miért nincs kész fogalmunk, nincsen, ugyanis azt mondták, hogy mire jövünk kész lesz. Bár ma vasárnap van, úgyhogy lehet, majd holnap jönnek megcsinálni, ami azt jelenti, hogy vagy nem fogjunk holnap. Na minden, ma kiderül. Aztán az alja az egésznek ilyen fás, vagy nem tudom, hogy mondják. Tehát ez nem ilyen beton. Megyünk tovább. Szekrény. WC, ugye még a csempe sincsen kész sehol se. Tehát most tényleg azt csináljuk, itt a másik szoba, hogy bejöttünk, megcsináljuk a plafont, és utána el fogunk menni, egész addig még készen nem lesz ugye rendesen, és ezt le fogják járólappal rakni, mármint nem ezt lesz szoba, itt szőnyeg lesz, azt nem fogják ugye megcsinálni, de az alsó felét járólappal le fogják tenni, és hogyha az kész van, nem van a konyha bútor, ugye majdnem az, hogy teljesen kész a ház, akkor visszajövünk, és akkor fogjuk majd befejezni a falakat, az ablakokat, ugye az ajtókat, meg minden. Persze a plafont azt most készre megcsináljuk, meg egyszer a falakat lefessük, ugyanis ezekre a falakra háromszor fogjuk ugye lefesteni, meg ezeket az ajtók, frémeket, félfákat, azt mindent háromszor. Ez lesz egy fürdő. Látod? WC-vel, itt sincs kész semmi se, csempe se, fürdőkád sincs még benn. Megyünk tovább, itt van egy másik szoba. Jó sok szoba van itt, komolyan mondom. Úgy itt jöttünk fel, ez nem tudom micsoda meg. De le lehet ülni, ki lehet nézni a szomszédra. Látod? Sok mindent itt nem lehet látni, ott van egy óvoda. Max a gyerekeket ott nézheted, hogy hogyan játszanak. Itt van egy erkély, még nincs kész, látod a külseje se az egész. A korlát, aztán ez a főháló gondolom én, mert ez elég ugye nagy. Itt a főhálóból nyílik egy szekrény, ugye abba be tudsz jönni, aztán innét nyíl egy fürdőszoba, és ennyi. Úgyhogy, én azt mondom, hogy most lemegyek, ami ma sok mindent nem fogunk csinálni, valószínűleg odaig fogunk eljutni, hogy ezeket lehessük egyszer, aztán az alsó fülem, hogy már majdnem kész van, ott kezdtük le, most jövünk ide fel, ha lefestettük, utána hol vannak a lukakat, próbáljuk majd eltüntetni, ezt ugye be kell patchelni, meg kell csiszolni még egyszer, na milyen? Hogyha hozom a kamerát holnap, akkor lehet megmutatom, hogyha fújunk. Én is nem tudom, hogy valakit érdekelne ez a fújás, vagy nem érdekelne. Sok mindent az a baj, nem fogsz látni. Tehát be lesz, minden le lesz ugye takarva, vagy az ablakok, meg azok ott minden, hogy ugye sehova ne menjen. Mi be vagyunk egy kicsikét öltözve, van rajtunk egy ilyen maszk, egy valaki fújja ugye a plafont, a másik pedig mögötte megy egy ilyen hosszú, tudjátok, az a rollával, ilyen sticker rajta van, az a hengeres, amivel csinálják a falakat is, mi is azzal ugye csináljuk. De Magyarországon azt hiszem, hogy ilyen hengeresnek hívják, vagy nem tudom, minek hívják, na minden, az megy a fújó mögött, és ugye hengerezi vissza, rollázza vissza a plafon, na minden. Ha lehet, hogy megmutatom, hogy érdekel titeket, akkor lehet, hogy megmutatom. Csak az a baj, hogyha hozom a kamerát, sokáig nem tudok filmezni, ugyanis mindenhol megy a festék, és lehet, hogy rá fog menni a kamerára is, hogy a kamerát is vagy be kellene majd csomagolnom. Na minden. Úgyhogy én itt most lemászok, befejezzük, amit kell mára, és megyünk hazafele. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok, befejeztük mára a munkát. Én le is zuhanyoztam, ugye általában csak ilyenkor kezdem a videót, hanem hányan Dimis itt ül, aztán tapogat ugye szokás szerint, ugye általában ilyenkor kezdem, ja. Csak a videót, de gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a házat, jó? Wow, egy ilyen új házat dolgoztam, képzeld el. Jó, nem újrafestés volt. Ja, és gondoltam, hogy megmutatom mindenkinek. Hát valakit érdekel. Aztán még mielőtt elmegyünk, ugyanis most menjünk és el kell menni futni. Boltba, ja. El kell menni kenyeret, meg tejet. Most miért nézel így rám? Tudta, hogy kell menni, vasárnap van. Vasárnap mindig megyünk a boltba. Ja.
Aha, aztán tudod, mit nézegettem? Ugye úgy van, hogy lehet, hogy majd veszünk autót. És volt egy kis időm, és gondolkodtam. Nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, vagy hogy nincsen, de nálunk le lehet cserélni a rendszámtáblát olyanra, amilyenre szeretnéd. Persze, mit mondasz? Persze, hogyha még valaki nem vette meg előle. Tehát én gondoltam, hogy rárakom az autóra majd, na gyere ide, a nevemet, azt, hogy Tomás, és ezt a rendszámtáblát ugye eladod az autód, viheted magaddal, tehát ez nem megy az autóval, hogy eladod, ugye nem rárakod az új autódra, tehát végülis minden jön, mikor veszed meg. Én mutatom neked, megnéztem, a Tomás rendszámtábla, itt nálunk Queenslandbe meg lehet vásárolni. Mutatom mennyiért. Jaj, te! Látod, oda van írva, Tamás, és nem másba, mint ennyibe kerül. 2395 dollárba. Jaj, de nehéz vagy te. 2400 dollár, az a rendszámtábla, hogy Tamás. És ugye akkor mindenki tudná a nevemet. Úgyhogy nem tudom, hogy ez jó vagy nem jó, de sokan embert lát, hogy rárakja a nevét, vagy valami hasonlót. Gondolkodtam, hogy rárakom azt, hogy a mi autónk, vagy az én autóm, már persze angolul ugye, de az már megvan véve. Aztán, hogyha nem más szeretnél, mint három számot, meg három betűt, vagy három betűt és három számot, akkor az nem többe kerül, mint 469 dollárba. Csak nem tudok három betűt és három számot olyat, hogy valami legyen. Gondoltam arra ugye, hogy mivel a három betű, hogy T, L és D, ugye Tamás, Lucas, Davis, meg a hónapok, mikor mondjuk születtünk, de nem tudom. Mondjuk azt csak egyedül mi tudnánk ugye, hogy mit jelent, és mégis mindig velünk lenne. De mondjuk a feleségemnek meg nem fér rá a betűje. Maximum lemaradna róla. Na mire? Majd elgondolkodunk rajta, de ha van valakinek valami ötlete, hogy milyen három betűt és három számot tudnánk rendszámtáblát csinálni, de a videóra nyugodtan írjátok meg. Hát valakinek van valami jó ötlete, ugyanis sokszor van nagyon jó ötletetek. Na mire? Amúgy, hogyha csak számokat, vagy csak betűket, ha csak betűket szeretnél, 2400 dollárra kell, hát mindegy, hogy nem Tamás lehet az akármi, és 2400 dollár, nem tudom, szerintem kicsikét elég sok egy rendszámtábláért, de nem tudom, arra is gondolkodtam mondjuk az autónak a nevét, vagy valamit, bár az lehet, hogy létezik, vagy na mindegy, írjátok meg, ha van valakinek valami ötlete, nyugodtan írjátok meg, amúgy mi most nem más sem, de elkészülődünk, és gyorsan elmegyünk, rendben van? Felhúzzuk a cipődet, aztán az enyémet, megnézzük, hol tart a feleségem, és indulunk, aztán elmegyünk, felvesszük a Lucas-t, hol a cipőd? Ott a cipőd. Úgyhogy menjünk. Elindultunk, amúgy ide megyünk ebbe a közeli bevásárlóba, ebbe az nem újba. Vagy nem azt mondtam újba, de nem újra, hanem itt mellettünk, ami van. A régi behozva szoktuk járni, a régi helyen, azt nem tudom, én mindig jobban szeretem, mint ezt. Ez se rossz, de sosem tudom semmi, hogy hol van. A régiben még ugye rettentő sokáig oda szoktunk járni, mindent tudtam, vagy tudtunk, hogy mi hol van ugye a polc, hogy meg mindig mindent keresgetni kell. Amúgy nem más keresünk, képzeld el, mint valami szúnyog írtót, vagy ahogy ne jöjjenek be a szúnyogok, ugye, és az elmúlt 1-2-3 hétben éjszaka rettentő sok szúnyogunk van. Hogy miért, nem tudom, az, hogy a vizért, meg az idő miatt, hogy ott a víz mi alattunk, meg ilyen párás az idő, és bejönnek, és megsükkennek minket. Hiába fújok én körbe, mert van ilyen spény, körbe fújjuk az ablakot, meg mindent, ugye nincsen ilyen szúnyoghálónk, és bejönnek. És annyira idegesítő tud lenni, képzelő lehet, nap éjszaka megcsükte a talpomat. Tudod, az ilyen rossz, mikor viszked a talpon egész nap, és nem tudod levenni az otthonat, meg a cipőt, mert ugye dolgozol, és viszked. Na mindegy, meg ugye a Davis-t is megcsipkedik, a feleségemet is, a Lucas-t is, úgyhogy valami ilyen szúnyogriasztót keresünk, hogy lesz-e, vagy ne. Én nem is tudom, hogy van-e ilyen, vagy nincs. Úgyhogy valakinek van valami ötlete, hogy szúnyog ellen mi jó, hogy ne jöjjön be a lakásba, akkor nyugodtan a videó alá írjátok meg, na már itt befordulunk, bemegyünk, és gyorsan bevásárolunk. Hozzájöttünk, vettünk ilyen szúnyogírtót, riasztót, nem tudom, minek mondják magyarul, ezt a bedugósat. Ilyen csomagban volt, egy kettőt, egyet vettél, kettőt kaptál, nem volt több, le volt árazó képzelve 30%-kal, 7 dollár 50 volt aztán ez a kettő darab, most valóban be fogom oda dugni oda az ablakhoz, talán nem jönnek benne. Én nem hiszek benne, de ki tudja. Aztán volt egy ilyen másik fajta, kettő fajta, amit így felakasztasz a falra, raksz bele ellenet, és fél óránként így spriccál, vagy ilyen fúj egyet, hogy az jobb-e, vagy nem jó, nem tudom. Most megpróbálkozunk ezzel, hogy van valakinek valami ilyen hasonlója, de viróla nyugodtan írjátok meg, ahogy mondtam. Aztán volt valami gyertya is, de a gyertyát, nem tudom, hogy égetik el a gyertyát, hogyha ide kiteszem, és jön egy nagyobb szél, ki tudja, hogy mi kap szélre, vagy tűzre.
úgyhogy azt nem akartam nagyon venni. Itt benne a lakásban úgy lehet, hogy jó lenne, de éjszaka, hogyha nyitva van az ajtó ugye ott bent, akkor megint nem jó. Én az egyiket most itt be fogom tenni, az be fog menni, azt mondja, 24 óráig bent hagyhatod, és akkor elég egy pár napig, vagy nem tudom, máshol megoda be a szobába, aztán majd kiderül. Ugyanis idegesítő ugye ez a szúnyogcsip és rettentően. Úgyhogy most ide én leülök, a Davis ottan a tévét néz, valószínűleg játszani fogunk, ugyanis vettünk elemet, képzeld el, lenőlt az összes elem az összes távirányítós autóba, és a Davis mindig hozza nekem az autóját, hogy csináljam meg. Hiába csináltam meg, ugye nem tudtam megcsinálni, meg kell becsinálni az elemet, úgyhogy azt most meg fogjuk csinálni, aztán max játszunk egyet. Ezt a mai videót azt mondom, hogy itt lassan én most befejezem, ilyen semmi érdekes nem fogunk csinálni, a Lucas nem csak erre hazajön, jönnek a szüleim, át majd nem sokáig ilyen 10-20 perc azt mondták. Aztán ilyen vasárnap is semmit tevős délután lesz, holnap megkezdődik egy új hét, hétfő reggel. Úgyhogy, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!